Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. Kedden köszöntötte a Terrakotta Hadsereg az Első Császár üzenete című tárlatának 5000. látogatóját a Munkácsy Mihály Múzeum. Mai adásunkban Bácsmegyi Gábor múzeum igazgató a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Rekordszámú látogatót vonz az Agyag Hadsereg kiállítás. Kedden már az 5000. látogatót köszöntötték, amelyen stábunk is jelen volt. Műsorunk elején tekintsünk meg erről egy rövid összefoglalót. Varga Tamás alpolgármester, valamint Bácsmegyi Gábor múzeumigazgató köszöntötte és ajándékozta meg a kedden nyitást követően érkező családot egy Munkácsy Mihály életét és munkásságát bemutató albummal, továbbá egy mini agyagkatonával. A győri hadaró család Gyulán nyaralt, de mindenképpen útba akarták ejteni Békés Csabát a festő fejedelem miatt. Tényleg nagy tisztelettel adózom az emléke előtt, és Nagyon a szívem csücskében van, azért is, mivel Győrben is nemrég volt egy Munkácsy kiállítás, ami nagyon-nagyon népszerű volt, és tényleg rengetegen, sok ezren meglátogatták. És azt gondolom, hogy így egész a kép, hogy ide is eljövünk, és megnézzük azokat a képeket, amik itt voltak. A múzeum igazgatója arról beszélt, hogy a Békés Csabán június 16-ától látható agyakatonák az eredeti Xian tartományban látható darabok élethű másolatai. Nagyon ritka az a tárlat, amely ilyen rövid idő alatt ennyi látogatót bevonz, úgyhogy ezért mi teljes mértékben fantasztikus eredménynek tartjuk. Tájékoztattuk erről ugye a kiállítás tulajdonosát is, hiszen a cég is szereti tudni, hogy mi van az ő gyermekükkel, és azt mondták, hogy ilyen gyorsan még egyik városban sem érte el az 5000-es látogatószámot, úgyhogy nagyon mély gratulációjukat küldtek. Varga Tamás a hadaró családdal több érdekes történetet megosztott a festőfejedelemről, de szót ejtett a Munkácsy negyedről is. Az alpolgármester bíztatta a győri családot, hogy a kulturális negyed elkészültét követően is látogassanak vissza Békés Csabára. Terrakotta Hadsereg. Nagy vonalakban mit kell tudni erről a kiállításról, mert hogy nem a múzeum saját kiállítása, hanem egy hozott anyag. Így van, hiszen az eredeti agyaghadsereget nagyon drágán lehetne elhozni, illetve lehet, hogy el se lehetne hozni, hiszen azért a kínai állam levédette ezt a fantasztikus lelet együttest, és egy kínai befektető elkészítette ezeknek a katonáknak pontos másolatát, és egy cseh céggel karöltve utaztatják Európában, és most éppen itt tártak meg nálunk. Ez az érdekesség ezeknek a tárgyaknak, hogy az eredetik pontos másolatai, anyaghű, mérethű másolatai, még az agyag is egyébként onnan származik, ahol találták ezt a fantasztikus leletegyüttest, tehát Xian tartományból. Kinek az ötlete volt, hogyan jutott el végül ez a tárlat Békés Csabára? Ugye nekünk nagyon jó kapcsolatunk van a Tőketerebesi Múzeummal, és az ottani igazgatónő keresett meg bennünket még a tavalyi év, majdnem egy éve, bő egy éve keresett meg bennünket, hogy van egy tárlatuk, amit jó lenne, ha megnéznénk, mert hogy lehet utaztatni, és akkor felkerekedtünk Andó György néha igazgatóval, Szántó Zsolttal, és megnéztük ezt a tárlatot, és ott megszületett az ötlet, hogy hú, ezt jó lenne Csabára is elhozni. Én megmondom őszintén, már ott láttam, hogy a téglatermünkben ez nagyon jól fog mutatni. A számok azt mutatják, hogy eddig nagyon népszerű maga a kiállítás, de különleges tárlatvezetést, illetve szakmai vezetéseket is tartanak ezen a kiállításon. Ugye nem is egy alkalommal volt már ilyen. Ezeknél mit tapasztalnak? Ezeknél ugrott meg a látogatottság, vagy amúgy is népszerű? Nem, folyamatos az érdeklődés. Ezeknél a tárlatvezetéseknél és egyéb programoknál itt igazából egy kis pluszt szeretnénk mindig adni ehhez a tárlathoz. De az érdeklődés azokon a napokon is töretlen és nagyon magas, amikor nincsenek extra programjaink. És akkor extra programok kifejezetten ehhez a tárlathoz, miket terveznek még a jövőben? Hát ugye lassan indul az iskola szezon, most ezzel nem akarom a gyerekeket nyomasztani, de azért közeleg, ezért majd mindenféleképpen szeretnénk egy olyan foglalkozást tartani, ahol agyagozni lehet, hogy ilyen katonákat lehet majd készíteni, illetve kicsit a kínai kultúrával szeretnénk jobban megismertetni az itt élőket. Tárgyalások vannak arról, hogy egy gasztronómiai napot fogunk tartani, már le van fixálva egy októberi időpont,
A kínai írásjeleket fogjuk megismerni, a kaligráfia rejtelmeiben nyerünk betekintést, lesz egy kis oroszlántánc, ha minden igaz, és szeretnénk még tartani egy olyan napot, ahol a teázás, a kínai teázás rejtelmeibe vezetjük be a látogatókat, és hát mivel óriási sikere volt Felföldi Szabolcs által tartott szakmai tárlatvezetéseknek, hiszen szeptemberben és októberben egy-egy alkalommal szeretnénk őt újra meghívni, és akkor egy-egy újabb szakmai tárlatvezetést fog tartani számunkra. A kínai kultúra eléggé misztikusnak tűnik, ez valóban így van? Igen, és ez pont itt jelenik meg ennél a tárlatnál, illetve ennél a Fantasztikus Lelet együttesnél, hiszen a kínai régészek nagyon pontosan jól tudják, hogy hol van a császár eltemetve. De úgy vannak vele, hogy megvárják, amíg az ehhez szükséges technológia rendelkezésre áll, és ők úgy kalkulálnak, hogy talán olyan 2050 táján meg is lesz ez a technológia, addig csak vizsgálgatják, de nem ássák meg. Ugye ez teljesen más jellegű hozzáállás, mint ami mondjuk itt Európában jellemző, hiszen ha belegondolnánk, ez olyan, mintha Attila sírját tudnánk, hogy hol lenne. Hát én azt gondolom, hogy másnap itt 300 magyar régész és még 1000 európai régész állna sorba, hogy jaj, csak egy lapátföldet hadd mozgassak meg. Kínában nem így gondolkodnak, ők ki tudják várni az idejüket. Igen, hát az nem megy sehová. Így van. Egyébként bő egy hónapja nyitott meg a kiállítás. Meddig lesz látogatható? Október 30-áig lehet majd megtekinteni ezt a kiállítást, és hát addig az időpontig szeretnénk még ezeket a programokat belesűríteni az életünkbe. És összességében most már így a nyár végéhez közeledve, mi mondható el a szezon látogatottságáról? Egyáltalán lehet-e különbséget tenni, el lehet-e különíteni a nyári hónapokat az év többi részétől? El lehet. Nagyon úgy tűnik, hogy így ez a májustól ez a turista szezon ez bennünket is elért, hiszen kimagasló számokat produkáltunk. Nagyon-nagyon magas látogatottsággal számolunk az idejében, de hát még ugye mi csak augusztus van, úgyhogy még előttünk áll egy jó pár hónap, de nagyon jó számokat kaptunk. És kicsit kitekintve, nem csak a terrakotta hadseregről beszélve, hanem úgy unblock az egész múzeumot tekintve, milyen programokkal készülnek még az év további részére? Hát lesznek még újabb kiállításaink is. Egy kis csemegét szeretnénk majd augusztus 18-án nyújtani, hiszen betekintést nyerhetünk a képzőművészeti gyűjteményünk legjeibe. Ennek a koordinátora majd Gyarmati Gabriella lesz. Itt megtekinthetjük a legnagyobb képzőművészeti alkotást, legértékesebb, legnagyobb utat megtett. Tehát egy kis kuriózumok lesznek. Ez igazából egy előfelvezetése annak, hogy lesz majd egy olyan kiállításunk, egy olyan képzőművészeti kiállításunk valószínűleg a jövő évben, amikor a képzőművészeti gyűjtemény eddig rejtőzködő darabjait fogjuk megmutatni a közönségnek, és hát lesz még Kohut Ilona kiállításunk, lesz Tranoszciusz kiállításunk, úgyhogy azért nem fogunk unatkozni az elkövetkezendő időszakban sem. Műsorunk elején a bejátszásban szóba került a Munkácsi negyed, illetve magának Munkácsi Mihálynak a személye. Mit tapasztalnak? Sokan vannak, akik kifejezetten a festő miatt érkeznek Békés Csabára és a múzeumba? Igen, hiszen a terrakotta hadsereg után Munkácsi Mihály az, aki a legtöbb látogatót vonza most, jelen pillanatban, de igazából a legnagyobb kombináció, illetve a legnépszerűbb csomagunk ez a Munkácsi Mihály és a terrakotta hadsereg, ezt rengetegen választják ezt a lehetőséget, és számtalan olyan látogatóról tudunk, akik pont miatta érkeznek ide. Ugye a Győri család mellett, aki az 5000. látogató volt, Olténiából várunk egy csoportot, akik szintén Debrecenben látták a Munkácsi trilógiát, és éppen emiatt nagyon tetszett nekik, eljönnek ide Munkácsi városába, a Munkácsi negyed szívébe, és megtekintik a világ legnagyobb Munkácsi gyűjteményét. Igazgató úr, köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm a meghívást. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!